Lélekfolyosók címmel rendeztek előadást péntek este a könyvtárban. A Boróka Egyesület által szervezett program a tervek szerint egyfajta bevezetést kínált az erdélyi magyar színházi kultúra világába. Ehhez a korábban a Várszínházban Tamási Áron műveiből egy új darabot színrevivő Szárdár Tagirovszki színész rendezőt hívták meg. Itt beszélünk a különbözőségekről a régiók között, nem csupán az erdélyi, meg a magyarországi színjátszás különbségeiről, hasonlóságairól fogunk beszélni, hanem globálisan arról, hogy hogyan változnak régiónként, hogyan változnak a városonként, akár a különböző színházhoz való hozzáállások, megközelítések, és hogy milyen nagy tere lehet a képzeletnek abban, hogy akár ezeket a különböző felállított szabályokat, amik városonként jelentkeznek, a képzelet hogyan tudja ezeket felrúgni? A pénteki esemény az első előadás volt egy hosszabb, jó részt a romániai magyar kultúra bemutatását célzó programsorozatnak. Az erdélyi kultúra, a színházi kultúra szellemi világának a betekintését fogjuk ma látni. Ő megpróbálja spirituális szinten bemutatni a nézőknek az erdélyi színházi kultúra gondolatvilágát, a rendezési stílusát, hogy hogyan is látják az ott élő magyar rendezők a magyar irodalom kortárs műveit. A következő programon a nagyváradi kortárs magyar irodalomról tartanak előadást, és újonnan megjelent könyveket is bemutatnak. Novemberben több alkotó festményeit állítják ki, emellett szerveznek egy egésznapos konferenciát, mely az irodalom jegyében telik majd, erdélyi jellegzetességeket bemutatva, majd a Kézdivásárhelyi Színházad verses estet.